A téli hónapokban sem állt meg az élet, bővült ismét a vadaspark néhány házi állattal. Kis birkák születtek, racka és merinó is, valamint alpesi és parlagi kiskecskék, illetve egy szamár. Egy kisfiú, egy kis csődör szamár, Hamarosan majd a Vadaspark Facebook oldalán indítunk erre egy lehetőséget a látogatóknak, hogy aki, tehát a nevet lehet adni neki, nyilván majd aki a, a legtöbben javasolják, majd úgy fogjuk elnevezni a kis szamarat. Jól ellátták az állatokat minőségi takarmányjal és friss meleg vízzel, illetve kiegészítést is kaptak. És ami a legfontosabb plusz kiegészítő takarmány a téli időszakban, az a cukorrépa, amely plusz kondíciót és jó lakottság érzetet biztosít az állatoknak. Ezen kívül ebben a két hónapban, amíg zárva voltunk, folyamatosak voltak a napi munkálatok. Az állatoknak a karámrendszerénél kollégáim végezték a megfelelő karbantartásokat a vadhálókat, villanypásztorokat ellenőrizték, emellett ugye van egy 6 hektáros területünk, a területnek elkezdtük a tisztántartását, mind a falevelek, nád, egyéb szemét és hordalékok eltakarítását, hogy nyitásra normális állapotban, tiszta állapotban tudjuk várni a látogatókat. Miközben már javában készülnek a húsvétra, a március elején megnyitott vadasparkban 60-ban jó tudni, hogy március 15-én is nyitva tartanak. Már az első hétvégén is szép számmal jöttek az érdeklődők a kellemes tavaszias időben. Márciusban 10 órától délután 4 óráig tart nyitva a vadaspark, ahol már folynak az előkészületek a húsvéti rendezvényre. A hatvani szolgáltató munkatársaival, kollégáimmal és a 60-i nőegylettel, valamint a 60-i Turinformirodával készülünk húsvéti rendezvényünkre. Ez március 30-a szombat. Ez lesz a rendezvényi napunk, mely során a látogatók a megszokott belépőegyárak szerint jöhetnek majd a vadasparba. Emellett minden gyereknek édességgel kedveskedünk majd a belépés folyamán tojásfadíszítésre lesz lehetőség, állati totóra, kézműves foglalkozással is várjuk a gyerekeket és családokat, és hát ami fő, ugye nyuszi simogatásra is biztosítunk lehetőséget. A megszokott állatokat megével is lehet majd etetni. Vasárnap és húsvét hétfőn is nyitva lesznek. Minden évben egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a vadasparkra. A tavalyi évben már több mint 22 ezer fő látogatott el megnézni az állatokat. Idén is szeretnének fejleszteni, többek között a karámot tervezik erősíteni, és szivattyút is beszereznének.